Megneverje már Pietro Gandolfit. Hát igen. A svájci hölgy. Hát ebből lehet, hogy pomaszkodás lesz. Le kell fogni, de te csak Aknangot. Tegnap a 15. lett. Jól van, szerencsére ennyivel megelégszik. Ott tessenek nézni azt a sárga autót hátul. Én nem tudom, hogy nem látja a biztonsági autót, mert Pietro Gandolfi úgy érkezik meg ide, mint aki meg akarja nyerni a versenyt. Sárga zászló alatt, aztán amikor észreveszi, hogy mi a helyzet, akkor egy óriásit fékez, és kiütinál a segáknángot. Hát elnézést, de nagyon mulatságos jelenetek. Szerencsére nem sérült meg senki, mert egyébként egy nagyon veszélyes dolog az ilyesmi. Na még egyszer a rajt, hát Wickens legalább egy másodperccel később reagál, de féllel biztos, mint Bortolotti és Sucek, de hát Sucek valami elképesztően kapja el a rajtot. Még az is lehet, hogy egy picit korán rajtolt, mert elképesztő volt a reakció ideje. Állesin itt csúszik meg, aha. Egy, és aztán ott mögötte visszajön a pályára, igen, és akik jönnek mögötte, azok közül valaki telibe találja a hátulját. Hát szerencsére nem telibe, de eltalálja. Ezért volt szükség a biztonsági autóra, ott azok az autók, ezek két versenyautó nincsenek jó helyen. Egyébként Jens Höing volt az természetesen, aki eltalálta Alesin autójának hátulját. Hát Alesin a harmadik helyről áll ki. Ő a nagyobb vesztes, és itt van Vasiliauskas, ahogy előnyt szerez, emiatt kellett visszaengedni maga elé Mirko Bortolottit. Höing. Ajaj, fáj a lába bizony. Na, hát, és a Gachnangot látjuk, meglehetősen bosszús a hölgy.